Hi, my name is Dina. Welcome to Dinami Design YouTube channel. I host surprise crochet course and you are also going to find tons of completely free different themed crochet tutorials on my channel. I don't know if you know it, but today, 25th of May, is World Africa Day. So I grabbed the opportunity and I crocheted this small giraffe, which I was planning for so long. And I decided, if I'm going to try a small one, then why not try it from chunky yarn? So I used velvet yarn and I crocheted the same pattern. And the velvet one turned out huge, but both of them, they are very cute. There are small differences between the patterns, but at the given points, I'm going to tell you what to change in the pattern. This video is going to be in Hungarian, but is fully subtitled in English, and you are also going to find the written pattern in English terms at the left side of the screen. And if you have any question, you can find me on Instagram, on Facebook, or you can send me an email too. Now I'm going to switch to Hungarian. Sziasztok! Én Dina vagyok. Hatalmas nagy szeretettel üdvözöllek benneteket a Dinami Design YouTube csatornán, a meglepetés horgolások és különböző szezonális cukiságok csatornáján. A mai videó az egy számomra igazán különleges alkalomra készült, tudnélik május 25-e, Afrika világnapja, és ez alkalomból szerettem volna meghorgolni valamilyen afrikai állatkát, és a szavazás alapján a zsiráfra esett a választásotok, ami tök szuper. Nagyon-nagyon-nagyon régóta terveztem ezt a kis cukit. Viszont majdnem ugyanannyi szavazatot kapott az oroszlán is. Most elmondok nektek egy titkot. Az oroszlánnak a mintája egy az egybe megegyezik a Cupido 1 és Cupido 2 és Cupido 3 videóban szereplő mintával. Tudnélik? Az oroszlánnak tökéletes lesz sörénynek, Cupidónak a kis bongyor haja. Úgyhogy, ha szeretnél oroszlánt horgolni, akkor egész egyszerűen választ ki a számodra a legoroszlánosabb színeket, horgoljad meg, úgy, ahogy az a videóban szerepel, és egyetlen egy rész lesz, amit külön kell majd hozzáhorgolnod, és ez pedig a nózi rész. Ezzel kapcsolatban pedig elárulom, hogy ez ugyanaz lesz, mint a zsiráfkának a nózi része. Az én oroszlánom még nem készült el, de megígérem, hogy amint elkészül, be fogom nektek mutatni. És hogyha esetleg az oroszlánt szeretnéd zsenília fonalból meghorgolni, akkor pedig puhi a nyuszinak a mintáját kövessed azokon a pontokon, ahol ugye az eltérés szokott lenni, a válnál, a pocaknál, és a popó kialakításánál, hogyha puhi nyuszinak a mintáját követed, akkor meg fogod kapni a tökéletes zsenília fonalból készült oroszlán mintát. És hogyha már behoztam ide a Cupido mintát, ebben a videóban sem fogjuk most az egész zsiráfot meghorgolni az elejétől a végéig, mert hogy a Cupido mintának a fejrésze az ugyanaz, mint a kis zsiráfnak a fejrésze. Egészen addig kell haladni, amíg meghorgolod a szaporításos részt, utána meghorgolod kettő ugyanaz 36-os sort, majd elkezdesz fogyasztani. Addig fogyasztasz, amíg el nem érsz a 18-as szemszámig. Amikor ez megvan, na onnan fogjuk ma együtt folytatni. A karok és a lábacskák is a Cupido minta alapján készültek. A lábacskáknál annyit változtattam, hogy az első három sor után horgoltam egy BLO sort, tehát egy csak és kizárólag hátsó szába öltött öltéses sort, majd ugyanúgy folytattam a mintát, ahogy ez a Cupido mintában szerepel. A mai videóban együtt meg fogjuk horgolni a nyilván nyaktól lefelé a kis testét, meg fogjuk horgolni, hát ezzel gondba vagyok, csápocska, nem tudom, szóval meg fogjuk ezt horgolni, a fülecskéket, és a nózi részt, és ugye a nózi rész ugyanaz, mint az oroszláné. Hát remélem, hogy ez egy kellően hasznos videó lesz mindazoknak, akik szeretnék meghorgolni Katániából vagy Zseníliából a zsiráfot.
vagy pedig szeretnék meghorgolni esetleg az oroszlánt, hiszen minden információ elhangzott hozzá, hogy meg tudjad horgolni nagyon ügyesen a kis oroszlánodat. Hogyha elkészül, feltétlenül mutasd meg, akár még elkészül, mutasd meg nekem, légy szíves, látni szeretném. Nem sok minden fog kelleni a mai videóhoz, mutatom, hogy mi az, és aztán álljunk is neki horgolni. És mielőtt belevágunk az anyagszükségletbe, valamit elfelejtettem. Hát szeretnék ismét egy meglepetéssel szolgálni nektek, ez pedig az, hogy aki 26-án 18:00-ig elkészíti valamelyik zsiráfot, és feltölti Facebookra a megfelelő poszthoz, majd fogok készíteni ehhez egy posztot, annak a neve belekerül egy kalapba, és ebből a kalapból ki fogok húzni egy nevet, akit meg fogok ajándékozni a Dynamit Design Meglepetés Horgolás VIP nyári kaland első részével. Úgyhogy ha szeretnél egy ilyen, hát elég izgalmas ajándékot kapni, akkor horgold meg a zsiráfodat még ma, mutasd meg nekem holnap 18:00-ig a megfelelő Facebook posztban, és esélyed lesz megnyerni egy nagyon titokzatos, de nagyon kalandos mintát. És most nézzük, hogy mire lesz ma szükségünk. Amire a zsiráfka meghorgolásakor szükségünk lesz, az kettő különböző színű fonal, az egyik ez a mustárszínű, a másik pedig egy sötétbarna. Használhatsz pamut fonalat is, én katániát használtam, 50 g per 125 méteres, de nyugodtan használhatsz hozzá zsenília fonalat is. Egy pár ponton lesz majd eltérés, de azt jelezni fogom, és simán meg lehet horgolni külön zsenília videó nélkül is. Amennyiben katánia fonalat használsz, 2,5 mm-es horgoló tűre lesz szükség, illetve hollóra természetesen, és egy tompa végű tűre, mert hogy fel kell varnunk majd a végtagokat, a fülecskéket és a többit. Ha pedig zsenília fonalat használsz, akkor én 4 mm-es tűt szoktam használni, te használjál akkorát, amit általában szoktál használni a zsenília projektjeidhez. És most pedig álljunk neki, és horgoljuk is meg. Jó, és kezdjünk is azzal, ami univerzális lesz, a oroszlánkának is jó lesz, és a zsiráfkának is jó lesz, és ez pedig a pofi része, amihez a nyilván az oroszlánhoz a homokszínű, bézszínű fonalat használja, a zsiráfkához én ezt a mustárszínű fonalat fogom használni, készítek egy varázskört. Varázskörbe fogok horgolni 6 darab egypálcás öltést. Hogyha ezzel meg vagyok, akkor bezárom a varázskörömet. Első és az utolsó szemet összekötheted egy úszószemmel, de haladhatsz tovább a spirálban is. Jó. Na, a következő sorban az első szembe fogunk horgolni egy hármas szaporítást, tehát egy olyan szaporítást, amiben nem kettő, hanem három szem kerül. Majd fogunk horgolni 2 darab egypálcás öltést. Majd ezt a mintát megismételjük még egyszer. Jó, most már itt van egy ilyen kis ovális részünk, ami a cél nekünk. Jó, a következő sorban fogunk horgolni egy darab egypálcás öltést, majd az hármas szaporításnak a középső szemébe fogunk horgolni ismét egy hármas szaporítás. Majd horgolunk 4 darab egypálcás öltést. 2, 3, 4. Majd a következő szembe ismét horgolunk egy hármas szaporítást. Majd maradt nekünk még 3 darab egypálcás öltésünk a szemjelzőig.
Jó, és ezzel kaptunk egy ilyen kis ovális pofi részt, amit eldolgozhatsz, hogyha szeretnél, egy ilyen szép kis kúszószemmel. És egy, most egy kicsit hosszabb részt kell hozzá hagyni, hogy föl tudjuk majd ezt varni a pofira szépen körbe. Ez mondjuk legyen egy ilyen 18 centis rész körülbelül, és elvághatod a fonalat. És hogy a nózit, azt hogyan fogod elkészíteni előtte, vagy utána, felvarrás előtt, vagy felvarrás után, az tőled függ. Ami biztos, hogy próbáljad meg úgy, hogy ide a csúcsos részei a pofinak a két oldalára kerüljenek majd, de majd a felvarrásnál lesz mutatom, ahol a kis orcákat kialakítottuk, oda kell majd körülbelül ennek a két kis kiugró résznek érni, és ide a tetejére fogjuk majd a nózit megcsinálni. Az oroszlánnál ugyanez a helyzet. Jó? Na nézzük a többi részt. Kezdjük a fülecskével. Fogunk készíteni egy varázskört. Varázskörbe fogunk horgolni 6 darab egypálcás öltést. Megvan a 6 egypálcás öltés, akkor zárjuk be. Én az első és az utolsó szemet összekötöm egy kúszószemmel, de te haladhatsz tovább nyugodtan spirálban. A következő sorban az első szemet szaporítani fogom, majd horgolok 2 darab egypálcás öltést, majd ezt a mintát megismétlem még egyszer. Kicsit leforgatom a szemeket, majd behelyezem a szemjelzőmet. Jó, következő sorban fogunk horgolni egy szaporítást, majd 3 darab egypálcás öltést, 1, 2, 3, majd ezt a mintát megismételjük még egyszer. És hogyha ezzel meg vagyunk, akkor most következik 2 sor 10-es. És ha megvagyunk a 2 sor 10-essel, akkor a következő sorban fogunk horgolni 1 darab egypálcás öltést, majd a következő 2 szemet fogyasztani fogjuk, és ezt a mintát megismételjük még 2-szer. És ilyen módon marad még 1 darab egypálcás öltésünk a szemjelzőig. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor én betűröm a varázskörből megmaradt szálamat. És hogyha ez megtörtént, akkor most össze fogom varni két oldalt. Három darab egypálcás öltéssel, és ezzel meg is van a fülecske. Horgoljál 2-t belőle nyilván, akkor a véget hagyva, amivel fel fogod tudni varni, vágjad el a fonalat, és a fülecskéd megvan. Legyen belőle 2. Következzen a zsiráfnak a, nem tudom, hogy hívják, az a kis bubis a fején. Ehhez a sötét barna fonallal fogunk kezdeni. Készítünk egy varázskört. Ja,
háttérbe fogunk horgolni 8 darab egypálcás öltést. 2, 3, 8. Ezzel meg vagyunk, akkor bezárjuk a varázskörünket. Én az első és az utolsó szemet. Összekötöm. Húszó szemmel. A következő sorban ismét fogunk horgolni 8 darab egypálcás öltést. 2. És hogyha ezzel meg vagyunk, akkor fogunk horgolni egy fogyasztást. Majd 2 darab egypálcás öltést. 2. Majd ezt a mintát megismételjük még egyszer. És amikor az utolsó egypálcás öltést elkezdem, akkor nem fogom már a sötét barnát keresztül húzni, hanem hozom a világos barnát, amit bevezetek, mert hogy mostantól kezdve ezzel fogunk dolgozni. Barnát egy kicsit meghúzom, úgy. Jó. És most fogunk horgolni 4 sor, 6-ost, ugye most 6 szemünk van körben, és fogunk horgolni 4 sor, 6-ost. És ha megvagyunk a 4 sor, 6-ossal, akkor egy akkora véget hagyva, amivel ezt fel fogjuk tudni varni, ami körülbelül ilyen 10-12 centi, elvágjuk a fonalat. A barnát elfelejtettem elvágni, de azt is nyugodtan. Kihozzuk ezeket a szálakat, én visszatugom, és ez tökéletesen bőven elég lesz arra, hogy ezt a kis bogyót itt a végén kitömjük. Hogyha zseniliával dolgozol, akkor egy nagyon kicsi tömőanyagot juttathatsz ide a végébe, de nem kell túlzásba vinni, jó? Tehát ne üssön ki rajta a tömőanyag, mert annyira keményre tömöd. És megvagyunk, ebből is természetesen 2-t kell horgolni, és akkor így fog kinézni a buksin. Tehát, mint ahogy említettem, a karokat és a lábakat meghorgoltam a Cupido 2-es videó alapján. Annyit változtattam, hogy a talpán az első 3 sor után horgoltam egy BLO sort, és ezzel egy szép kis peremet képeztem a talpán. Szerintem így patásabban néz ki a dolog. A következő sort viszont ugyanúgy rendesen 15 SC-ként horgoltam, majd folytattam a mintát. Akkor sem történik tragédia, hogyha nem horgolod meg ezt a BLO sort, úgyis teljesen lábikósan fog kinézni a dolog. Szerintem így ez egy kicsit patásabb. A karok pedig teljes egészében Cupido 2-es minta alapján készültek. Jöjjön a buksi. A buksinál pedig ugyanúgy meghorgoltam, ahogy a mintában van, szépen a kezdősorok után az azonos sorok, szaporító sorok a két pofival, ugyanazon sorok, majd pedig a fogyasztások, egész addig, ameddig körbe 18 szemet nem kaptunk. És innen fogjuk most együtt tovább folytatni. Tehát következzen a 18. sor, amiben fogunk horgolni 4 darab egypálcás öltést. 2, 3, és a 4., az 5. és a 6. szemet pedig fogyasztani fogjuk, és ezt a mintát megismételjük még 3-szor.
És ha megvagyunk, akkor 15 szemünk van körbe, és most pedig két savon keresztül fogunk horgolni 15 szemet. És ha megvagyunk a két sor 15-össel, akkor a következő sorban fogunk horgolni 4 darab egy pálcás öltést, 3, és a negyedik, az ötödik szemet pedig szaporítani fogjuk, és ezt a mintát megismételjük még 2-ször. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor 18 szemünk van körben, most pedig két soron keresztül fogunk horgolni 18 darab egy pálcás öltést. Jó, a következő sorban fogunk horgolni 5 darab egy pálcás öltést, 3, 4, 5, a hatodik szemet pedig szaporítani fogom, majd ezt a mintát megismétlem még 2-ször. Így jelenleg most 21 szemünk van körben, és most fogunk horgolni 7 sor 21-est, tehát 7 soron keresztül fogjuk tartani a szemszámot. És hogyha meghorgoltad a 7 sor 21-est, akkor most jön az az első sor, ahol eltérés van a Katánia és a Zsenília minta között. Ahova a két pofit horgoltuk a szaporításokkal, annak a közepét kell megkeresni, és ahhoz a lenti nyaki részt félbehajtani, úgyhogy körülbelülre, hát megtaláljuk a felét. És hogyha ezt megtaláltuk, akkor ezt jelöljük be egy szemjelzővel, ehhez fogjuk majd kialakítani a pocaknak a szaporításait. Az lesz a fontos, hogy a bejelölt szem lesz a pocaknak a közepe, ahova egy darab egy pálcás öltést fogunk horgolni elé, és utána pedig mindegyik szembe egy-egy szaporítást horgolunk, de mutatom szám szerint. Tehát először fogunk horgolni 9 darab egy pálcás öltést. A 10. szembe fogunk horgolni egy szaporítást. Majd a következő szembe egy darab egy pálcás öltést, majd ismét egy szaporítást, majd a szemjelzőig minden szembe horgolunk egy darab egy pálcás öltést. Jelenleg 23 szemünk van körben, és mondom, nekem a Zsenília úgy jött ki, hogy 12 darab egy pálcás öltés, majd szaporítás, egy pálcás öltés, szaporítás, majd a szemjelzőig minden szembe egy darab egy pálcás öltés. Ettől a tied lehet eltérő, feltétlenül keresd meg a közepét, és ahhoz igazítsad a szaporításaidat. És haladunk is tovább, most fogunk horgolni 6 sor 23-ast, tehát 6 soron keresztül tartjuk a szemszámot. És hogyha meghorgoltad a 6 sor 23-ast, akkor jön a következő trükk, ami szintén eltérő lesz a Katániánál és a Zseníliánál. A feladatod az az, hogy a pofikhoz igazítva ezt a részt lent hajtsad félbe. Ezek fontosak lesznek, mert ez lesz a popónak a két oldala. Jó? Mind a kettő oldalra fogunk horgolni egy hármas fogyasztást. Nekem úgy jön ki, hogyha először horgolok 5 darab egy pálcás öltést, három, négy, öt, és itt jön most a hármas fogyasztás, tehát 3 szemet fogok egyszerre fogyasztani. És hogyha ez megvan, akkor most horgolunk 8 darab egy pálcás öltést, majd ismét következik egy hármas fogyasztás, majd a szemjelzőig minden szembe horgolunk majd egy darab egy pálcás öltést. Nézzük csak.
és jöjjön a hármas fogyasztás, 1, 2, 3. Jó, majd a szemjelzőig horgolok 4 darab egypálcás öltést, 2, 3, és a negyedik. És hogyha eddig megvagyunk, akkor gyönyörűen elkezdett alakulni a popó rész nekünk. Megvan szépen két oldalt a popónak a két oldala. Most még fogunk horgolni egy sort hozzá, és a maradékot úgy fogjuk majd összevarni. Jó, a következő sorban fogunk horgolni 1, 2, 3, 4 darab egypálcás öltést, majd a következő 3 szemet fogyasztani fogjuk. 2, 3, és a negyedik. Most jöjjön a 3-as fogyasztás. Harmadik. Megvagyunk. Szuper. Majd horgolunk 7 darab egypálcás öltést. 2, 3, 4, 5, 6, és a 7. Majd meghorgoljuk a 3-as fogyasztást. Így, és a szemjelzőig maradt nekünk 2 darab egypálcás öltésünk. Jó, és a horgolós részekkel meg vagyunk, most ki fogjuk tömni, amire nagyon figyelj, hogy a nyaka jól legyen kitömve, erősen legyen kitömve, legfőképpen, ha zseníliával horgolsz, hiszen a fejnek súlya lesz, úgyhogy nagyon fontos, hogy a nyakat ügyesen, erősen kitömjed. És amire figyelj oda, amikor tömöd, hogy ide két oldalra juttass elég tömőanyagot, mert akkor fog szépen kialakulni a forma, amit szeretnénk alul a popójának. És hogyha megvagy mindennel, akkor most össze fogjuk majd varni az utolsó sort. Teljesen egyszerűen a két oldalt, megmaradt oldalt szépen összeöltjük. Amihez természetesen el kell vágnunk a fonalat, körülbelül egy olyan 15-18 centi fonalat hagyjál, vágjad el, fűzd be szépen a fonaladat tompa végű tűbe, és indulhat is a varrás. Sajnos nem találom az összevarrós felvételemet, de ugyanolyan módon varjuk össze, mint a kupidónak az alját vartuk össze annak idején. Jó? És hogyha szépen összevartad, összehúztad, akkor ilyen gyönyörű kis aljat kaptál, ami szép lapos, és ezen ülni fog tudni a zsiráf, elvághatod a fonaladat, és gyakorlatilag meg is vagyunk. Hozom a már meghorgolt részeket, jöjjön a lábacska, hogy fogjátok látni, szerintem körülbelül így. Aztán volt nekünk még két karunk, aztán ma megszületett a pofi, amit ide középre az orcák közé helyezünk föl. Volt nekünk 2 fülecskénk, és jönnek nekünk a, hát nem hivatalosan, csápoknak hívott valamik. És így szépen most őt össze fogjuk varni, és egy gyönyörű kis zsiráf lesz belőle. Mutatom a végeredményt. És elkészültünk, így néz ki összeszerelve a mi kis zsiráfkánk. Hát én nagyon bírom. Egyébként meg lehet próbálni a zsiráf mintát utánozni a testén, az azonban egy sokkal nagyobb falat lesz. Viszont egészen biztosan nagyon mutatós lesz a végeredmény, hogyha van kedved, akkor próbáljad ki. Hát itt vagyunk mi a Katánia
zsiráfkával, és itt vagyunk mi a hatalmas... Hát nem tudom, hogy hogy mutassam, majd vágok be nektek ide képet, jó? Az lesz a legjobb. Zsenélia zsiráfkával, és hogyha esetleg elkészíted az oroszlánt, akkor feltétlenül mutasd meg nekem, nagyon szeretném látni. Én, nekem rajt van a listán, úgyhogy amint befejezem a meglepetés horgolás VIP nyári kaland különböző kis részeit, egész biztos, hogy fog oroszlánom születni, Zsenélia és Katánia fonalból is, már megrendeltem hozzá a fonalakat, szóval csak és kizárólag az idővel harcolok. Hát, ez lett az eredménye a mi Afrika világnapjás közös horgolásunknak. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem horgoltál, remélem boldog vagy a kis zsiráfoddal. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem horgoltál, remélem jól érezted magad. Találkozunk legközelebb. Legyen csodálatos estéd! Szia!